Április 2-án pénteken szentmisét tartottak a katolikus templomban. Az érvényben lévő előírások szerint hívek nem vehettek részt a szertartáson, csak néhány órával később a Phoenix Televízió YouTube csatornáján tekinthették meg a szentmisét. Most egy rövid összefoglalót láthatnak a nagypénteki szertartásról. A nagypénteki szentmisét főtisztelendő Ferenc Károly plébános atya celebrálta, koncelebráns volt és a prédikációt tartotta a főtisztelendő Cókoly Sándor káplán. Orgonán közreműködött Katona Zoltán kántor. Ferenc Károly plébános atya Izaiás próféta könyvéből idézte azt az olvasmányt, amely Jézus haláláról szólt. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. A szertartás legfontosabb része a nagypénteki eseményeket megörökítő János passió volt, amely így írja le Jézus utolsó óráit. Elfogták Jézust, és megkötözték. Először Annáshoz, nem Annához, vezették. Simon Péter kétszer tagadta meg Jézust. Jézus Pilátus előtt jelentette ki, az én országom nem ebből a világból való. A főpapok és a szolgák, mielőtt meglátták Jézust, töviskoszorúban, bíborruhában kiáltozni kezdtek. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Jézust keresztre feszítették, s vele másik kettőt. A katonák négy felé osztották a ruháit. Jézus tudta, hogy minden beteljesedett. Jézus testét fűszerekkel együtt gyolcs leplekbe göngyölték, azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sír volt, oda temették Jézust. Cókoly Sándor atya a Szentbeszédben Jézus emberségéről és istenségéről beszélt. Ez az út a megpróbáltatások és a kísértések útja, amelyet végigjárunk e földi életben. Nekünk is azt az utat kell járnunk, amit Jézus Krisztus járt, aki örök életet biztosított számunkra. Az egyetemes könyörgések után káplán atya felmutatta a feszületet, rajta szenvedő Jézussal. A szentáltozás előtt meggyújtották a szembemiséző oltár két gyertyáját, majd az áltozással és a könyörgéssel fejeződött be a nagypénteki liturgia.